karitatív szervezetekkel évek óta dolgozunk együtt. Sok-sok katasztrófában voltunk úgy, olyan munkát végeztünk el, amely mindenképp segítette a rászorultakat, de ez a mostani munka nem hasonlítható az eddigiekhez. A köszönet nyilvánításon túl két kérést fogalmaztunk meg feléjük. Az egyik az, hogy segítsenek bennünket abba, hogy eljussanak a migránsok, a menekültek, a valóban rászorulók azokra a helyekre, ahol segítséget kapnak, hiszen Magyarország minden olyan juttatás segítséget megad a Magyarországra érkező menekülteknek, migránsoknak, amit előír az Európai Unió és a magyar törvények, csak éppen nem jutnak el ezekre a helyekre. Részben a tájékoztatásnak a zavarossága vagy manipuláltsága miatt, részben azért, mert nincs meg ez a tájékoztatás, és azt kértem, hogy segítsenek abba, hogy a befogadó állomásokra menjenek ezek az emberek, hiszen ott kapnak segítséget, ez nem a köztereken, meg az utcákon, meg nem a pályaudvarokon kell, hogy folyjon. A másik pedig az, hogy miközben kimondakozott egy népi mozgalom is, hogy segítsünk ezeken az embereken, a közben nagyon sok ellenakció van, ami igazából nem segít, hanem inkább árt, és azt kértem, hogy próbálják meg valamilyen módon az önkénteseknek a munkáját koordinálni, segíteni, aki valóban segíteni akar. Civil emberként, magánemberként, polgárként ebben az ügyben az akkor segít hatékonyan és a legjobban, hogyha megkeresi azokat, akiknek itt évtizedes tapasztalatai vannak, ismerik a rendelkezéseket, együtt tudnak működni a hatóságokkal. Tehát azt kérem, hogy a segélyszervezeteken keresztül próbáljanak meg segíteni, mert az egyéni akciókkal sokszor inkább zűrzavart okozunk, mint ahogy segítenénk. Mai nap 10 órától a Mástart Zrt. Valamennyi nemzetközi pénztára felkészült arra, hogy értékhatár nélkül a le nem utazott, vagy utazásra képtelenné vált állampolgárok menetjegyeit visszaváltsa, és ezt készpénzben, forintban megtérítse. Fontos hangsúlyoznom, hogy azok a menetjegyek, amelyek bankkártyával vagy online fizetéssel kerültek kiegyenlítésre, tovább sem téríthetők vissza készpénzben, hiszen a pénzügyi szabályozások ezt nem teszik lehetővé. Bízunk abban, hogy ezzel a lépéssel segíteni tudunk a nehéz helyzetbe került embereken, és talán átmenetileg orvosolni tudjuk azt a gazdasági nehézséget, amellyel a menetjegybe fektetett pénzük hozta őket.